Köszöntöm a kedves nézőt! Most 2024. szeptember elején járunk. Nemrég kezdődött a tanév, és sokat szenvedünk mindannyian a hőségtől. De attól is sokat szenvedünk, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Illetve úgy néz ki, hogy nem sok jót hozhat. De mindenek előtt előre szeretném bocsátani, hogy nekünk magyaroknak, akiknek külön sorsunk, külön küldetésünk van, a világ helyzete egész másképp nyilvánul meg, és másképp is kell felhoznunk, másképp kell felfognunk a helyzetet, mint ahogy más népek felfogják. Tudjuk, hogy a mi nyelvünk az egy annyira különleges ősi nyelv, és annyira különleges gondolkozást igényel és fejlesztett ki, ami másféle megoldásokat kínál mindenfajta gondra, katasztrófára, nehéz helyzetre, mint más népek nyelve. Tehát ezt kell először is figyelembe vennünk, és soha el nem felejtenünk. Másrészt azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez a különleges nyelvvel rendelkező nép, ez egy olyan államrendet, jogrendet dolgozott ki magában, a nyelvével kapcsolatban is természetesen, és ennek következtében ez a jogrend olyan egyedülálló, ami lehetővé teszi a teremtés törvényeinek megfelelő emberi élet és emberi közösség létrehozását és megélését. Ez a Szent Korona jogrend, amit most nem fogok taglalni, és nem fogom természetesen az alapjait sem megmagyarázni, mert ez más videókban utolérhető, illetve más jogász és ügyvéd előadásokban ugyancsak jobban megérthető, de az alapjait mindenkinek értenie kell. Ez nem államformához kötött, hanem tulajdonképpen a királysághoz kötött, de egy olyan jogrendet biztosít az ez alatt élőknek, ami a leginkább lehetővé teszi az emberi erények alapján tovább fejlődő, illetve kiteljesedő társadalmi és egyéni életet, és a boldogságot természetesen. Más nem is akarok előjáróban elmondani, mert nagyon, nagyon fontos dolgokat kell itt tisztáznunk a nyár végén, és nagy nemzeti összejövetelek után. Lezajlott a Magyarok Világszövetségének 11. kongresszusa, ahol rengeteg jó előadás és nagyszerű előadók vettek részt, és ezzel párhuzamosan szinte zajlott a Magyarok Országos Gyűlése. Tehát ez a két szervezet a rendezvényeit társ rendezvényeknek ismerte el, tehát mind a két helyszínen voltak tényleg korszakalkotó új felfedezések és előadások. Amire én most ki szeretnék térni, mint legfontosabb témára ebben a világhelyzetben, az két téma. Az egyiket egy olyan találkozás ihlette,
amelyiket a 11. világkongresszuson éltem meg. Egy amerikai házaspárral találkoztam, akik magyarok. Tulajdonképpen kényszerből szakadtak Amerikába, 56 után gyerekként került egyikük ki, a másikuk igen nehéz körülmények után ezután került ki, és rendszeresen látogatnak haza Amerikába, ápolják a magyar hagyományokat, magyar szervezeteket támogatnak, családjuk itt él Magyarországon, tehát nem költözött ki a jobb körülmények közé, hanem vállalja az itteni nehézségeket, és ők azok, akik nekem nagyon sok mindent elmondtak a tapasztalatukból, mind az itteni viszonyokat illetően, amit ők onnan visszatérve ugye másként látnak, vagy jobban látnak, mint mi, illetve az utazásaik útján, tehát az utazásaik során szerzett tapasztalatokból. És ez a másik volt számomra az, ami nagyon elgondolkoztatott, és feltétlenül meg szeretném önökkel osztani. Elmesélték, hogy jártak Japánba. Az ő utazásaikra az jellemző, hogy mindig olyan helyeket keresnek fel, amelyek a világtörténelemben vagy a magyar történelemben fontos események színhelyei voltak, és elmondták, hogy jártak Japánba. Természetesen a japán kultúra a magyaroknak nem ismeretlen, sok tudós vallja, maguk a japán emberek közül is nagyon sokan, hogy sok-sok közünk van egymáshoz, és valahol a gyökereink egyek. Ők is ezért mentek talán oda, és ha már Japánban voltak, mint a történelem iránt érdeklődők, ellátogattak Hiroshimába. Önök is tudják, hogy milyen tragikus események színhelye volt 1945. augusztusában Hiroshima és Nagasaki, és természetesen ellátogattak abba a múzeumba, ahol ezeket az eseményeket bemutatják, feltárják, és a kutatásokat és a legújabb kutatásokat és eredményeket is nyilvánosságra hozzák. És itt döbbentett meg a beszámolójuk igazán, amit most önökkel meg szeretnék osztani. Elmesélték, hogy lelkileg felkészülve léptek be a múzeumba, és megdöbbentette őket, hogy milyen sok a fiatal. Nem csoportos látogatásról volt szó, nem olyan látogatásokról, amik talán egy iskolai szervezés által jöttek létre, hanem magánlátogatókról. És tele volt a múzeum fiatalokkal. És ahogy végigjárták a termeket, mesélték, döbbenten látták, hogy a fiatalok, a tizenévesek, a kicsik is könnyeznek. Volt, aki gyerek sírt a látottak kapcsán. És akkor most megdöbbenve állapítom meg, hogy egy japán gyerek, aki soha nem érezte a háború szörnyűségeit, soha nem érezte még a kommunizmus szörnyűségeit sem, még a szülei által sem, hogy tudott úgy elérzékenyülni és átérezni a nemzetét ért tragédiát, ahogy azt ezek az ismerőseim elmesélték. És akkor itt föl kell vetnem a kérdést, hogy hol is van a hiba? Hogy akarunk mi
magyarok jövőt építeni, hogyha nekünk nincs olyan ifjúságunk, amelyik elzarándokol az 56-os emlékhelyekre, és könnyezni kezd, vagy elzarándokol a 1945-ös februári budai kitörés emlékhelyére, ahol tömegesen gyilkolták le a magyar katonákat, és ráhajtottak a páncélos tankokkal a még élő és vérző, kínlódó testekre. És hol van az a magyar fiatalság, amelyik elzarándokol a Trianon Múzeumban, ahol bemutatják, hogy hogy tépték számtalan részre szét az ország testét és a családokat és a nemzet testét. Mert én nem láttam még Magyarországon könnyező fiatalokat ezeken az emlékhelyeken. Nem itt kellene kezdenünk? Nem ott kellene kezdenünk, hogy megtanítsuk a gyerekekkel, hogy az, hogy te élsz, és megvan a ruhád, a családod, az ennivalód, a lehetőségeid, az azoknak a önfeláldozásán alapul, akiket legyilkoltak a becsületükért, az önfeláldozásukért. Nem kellene ezzel érzékenyíteni, erre érzékenyíteni a gyerekeket, és nem az LMBTQ elméletekre, az erkölcstelenségre. Hol van az a fiatalság, amelyik hálásan emlékezik, akár 48-ra, akár a háborús elesettekre, mert ők az országért harcoltak a II. Világháborúban is, a bolsevizmus ellen. Ők a bolsevizmustól akarták megvédeni az országot. Nem tudták, mert voltak árulók, és vannak árulók is közöttünk, és nem tudjuk megkülönböztetni. Nem tudjuk megkülönböztetni a barátokat az ellenségektől. Tehát valahol itt kellene kezdenünk, és nem úgy elhesegetni a kérdést, hogy nem kell a fiatalokat elszomorítani. Hadd éljenek boldogan, hadd éljék a maguk életét. Ha a nemzet kérdésekről nem beszélünk velük, és nem tesszük érzékenyé a lelküket a felmenőik által tanúsított önfeláldozásra, itt bármit kezdhetünk, nem lesz jövő. És még egy gondolat ezzel kapcsolatban. Ha ezt a témát megemlítjük a szülők előtt, akkor a szülők úgy gondolják, jót tesznek, ha a gyerekeiket a szomorúságtól, a katarzistól megvédik. Ne élje át azt a tragédiát lélekben se, mert akkor szomorú lesz, meg gyenge lesz. Attól lesz csak erős, ellenkezőleg. Mint ahogy a katarzis tudja igazán tisztává mosni a lelket. Ezért kellene minél több igazi művészeti, művészi olvasmányt
festményt, alkotást eléjük tárni, és nem azokat a modern, tulajdonképpen értéktelen dolgokat, amikre ráfogják, hogy az művészi. Tehát a katarzis, amit a lélek megtisztulása követ, az tud olyan fiatalságot létrehozni, ami igazán jövőt is tud építeni. A másik meg, hogy lehet egy ilyen fiatalságot kinevelni? Hát mindenképpen úgy, hogy erkölcsi normákat kell elé állítani. Régen azért is tudtuk mit megőrizni az országot és a nemzetet évezredeken keresztül, mert a szülők elvárták, hogy a gyerekeik az ő erkölcsi elveiket kövessék. És hogyha méltatlanná váltak a névre, vagy a szüleikre, akkor legvégső esetben kitagadták őket. Mert ez is a jézusi tanításhoz kötődik. Amikor Jézus betegeket gyógyít, és a testvérei, meg édesanyja megpróbál a tömegen keresztül hozzá közel kerülni, mert hát ugye ők a családja, akkor Jézus nem fogadja őket. Mert Jézus azt mondja, hogy kik az én családom, és kik az én testvéreim? Azok, akik cselekszik az én atyám akaratát. És ez az utolsó vacsorában is megnyilvánul, ahol ugye a kenyeret megtöri, és a kelyhet együtt isszák meg, mondja, ez az én testem, és ez az én vérem, mondja a tanítványoknak, akik őt követik, vagy legalábbis megpróbálják őt követni, és ezzel teszi őket, ezzel avatja őket a testvérévé. Tehát ez az őszi szkíta erkölcsnek, amiről a mostani világkongresszus, a 11. világkongresszus is szólt, a szkíta erkölcs. Ez a szkíta erkölcs. Nem az az én családom, és nem az az én nemzetem, akik engem elárulnak, meg anyagi haszonnél magamra hagynak, meg előmenetelért az útszélen hagynak, hanem az, aki vállalja azokat az erkölcsi elveket, amiket mi vállalunk. És a vérszerződés ugyanezt fejezi ki. Azokkal leszünk egy nép, akik ugyanazokat az erkölcsi elveket vallják. Hát ez az őskeresztény erkölcsisége. Ugye a barátság szent, a másik becsapása, a hazugság a legnagyobb bűn. Az, hogy félrevezetem, kirablom, vagy ne adj Isten, megölöm a másikat, az a szkíták között ismeretlen bűn volt. Tehát ezek a tanítások jutottak eszembe, akkor, amikor nekem elmesélte ez az amerikai házaspár, hogy a japán gyerek nem félti, meg a japán szülő sem félti a gyerekét a lelki megtisztulástól, a lelki katarzistól, hanem átérzi azt, amit a nemzettársa, amit a felmenői éreztek és átéltek, ő érte, hogy neki jobb legyen. A másik
Tehát ez az első gondolat. A másik gondolat, és a másik téma, az pedig a Magyarok Országos Gyűlésének egyik előadásához kapcsolódik, amit egy általam nagyra tartott építész tartott, meg sajnos én személyesen, mivel a Magyar Világszövetség előadásait vettem részt, nem tudtam ott lenni, viszont fölkerültek ezek az internetre, és amit tudtam, megnéztem közülük. És mivel én nagyra tartom ezt az építést, természetesen nagy kíváncsisággal hallgattam végig az előadását, aminek a címe a béketerv volt. És augusztus 26-án került föl, ha jól tudom, az internetre. Egy 57 perces előadásról van szó, és a globalizációról szól, és arról szól, hogy milyen veszély fenyegeti az emberiséget. Kiírtam egy pár mondatot, szinte szó szerint, mert itt találom én azt a tévedést, ami sokszor és nagyon sok magyar közösségben megosztja az embereket. Tegyük ezeket tisztába. És nem mondom azt, hogy ez a tévedés, vagy ez az általam el nem fogadható elv, az feltétlenül 100%-osan mindenkinek elfogadható lesz. De kérem, hogy azok alapján, amik most következnek, mindenki gondolja át, hogy miről van szó. Mindenki nézzen utána. Itt én egy pár forrásmunkát fel fogok sorolni, hogy valóban úgy van-e, ahogy én gondolom, vagy én félreértettem ezt, ennek az előadásnak egy részét, ami viszont kulcsfontosságú része az előadásnak. Tehát a 10. perctől, tehát a videó felvétel 10. percétől következik az előadó szövege. Az a szöveg, amihez én a gondolataimat hozzá szeretném fűzni. Következőképpen hangzik. Már lelepleződtek a globalista szándékok, s ha áttekintjük őket, ezek semlegesítik a szándékokat. Ami azt jelenti, hogy ha már tudunk róla, hogy mit akarnak, akkor már nem tudják úgysem végrehajtani. Itt azért ez nem így igaz, vagy lehet, hogy nem így van, mert ezek a globalista erők, ezek nem fognak lemondani a szándékuk beteljesítéséről. Következőképpen folytatja az előadó. Ezért készítőik újra tervezéssel reagálnak, azaz válaszolnak. Tehát más változatát próbálják végrehajtani az elképzeléseiknek. Ezek a hosszú távú tervek láthatóvá váltak, amik mindegy világkormány létrehozására utalnak. Tökéletesen így van. Következőképpen folytatja. Honnan ered ez a geostratégia? Tehát az a terv, hogy itt az egész világot egyetlen egy kormánya által akarják irányítani. 100 évvel ezelőtt, mondja az előadó, a brit világbirodalom háborút indított Közép-Európa ellen, mert konkurensévé vált, azóta London, tehát a brit világbirodalom központja London, szövetkezett Amerikával, de Londonból irányítják továbbra is a szálakat. Hát ez a világkormány elméletének a kezdetét jelenteni, az előadó szerint, ugye 100 évvel ezelőtt
kezdődhetett, ez mondja ő, ez az elmélet, akkor alakulhatott ki, és Közép-Európa ellen irányul a világbirodalom, tehát az angol szász világbirodalom részéről. Hát a világkormány, illetve a világköztársaság, mert kétféleképpen nevezik az irodalomban, az nem 100 évvel ezelőtt pattant ki valakiknek a fejéből, hanem 300 évvel ezelőtt is volt már. Azaz a francia forradalomban már világköztársaságról beszélnek, és már a francia felvilágosodásnál egy Katz nevű író világköztársaságot említ. Ugyanabban az értelemben, mint ahogy most értjük. De olvassuk tovább, illetve nézzük tovább az előadó szövegét. Ő ezt azért mondom, tehát azért hívta fel a figyelmet arra, hogy az angol szász világbirodalom Közép-Európa elleni támadásának ez a lényege, a világköztársaság. Ezt azért mondom, mert népszerű az a mítosz, hogy itt egy zsidó világösszeesküvés irányítja a történetet. Ez egy rafinált átverés, mondja ő, mert nem erről van szó. Itt angol száz páholyok állnak a háttérben, akik a zsidó népet kihasználják, eszközként használják fel, mint bármelyik más népet. De most akkor itt kezdjük el ezt valahogy megfejteni, mert első hallásra gondolom, hogy önöknek sem érthető. Mert itt beszél az előadó egy angol szász világhatalomról, amelyik Közép-Európát akarja megsemmisíteni, mivel hogy konkurensévé vált, tehát versenytársává. De ezt mind azért mondja el az előadó, mert meg akar cáfolni egy népszerű mítoszt, aminek általában kevés reális alapja van, vagy egyáltalán nincs reális alapja, ugye ez a mítosz. Mert azt is mondja aztán, hogy ez egy hamis mítosz. Tehát meg akarja cáfolni azt a hamis mítoszt, hogy itt egy zsidó világösszeesküvésről van szó, mert, mondja, itt angol szász páholyok állnak a háttérben. Na most zsidó világösszeesküvés nincs, mondja ő, angol szász páholyokról szó van, és ezek az angol szász páholyok felhasználják a zsidó népet, amelyik emiatt került a figyelem középpontjába, természetesen ok nélkül, hiszen felhasználják a zsidó népet, és a zsidó nép ebben semmiféle szerepet nem vállal. Tehát ezt értjük ebből a megfogalmazásból. Na most akkor nézzük a fogalmakat, illetve nézzük azokat a szavakat, amik így eléggé homályosnak tűnnek. Tehát a történetet mondja az angol szász páholyok irányítják. Páholyok. Nem biztos, hogy mindenki megérti, hogy itt milyen páholyokról van szó. Ha páholyok, akkor ez a szabadkőművesség. Tehát ki kellett volna mondani a tisztán érthetőség érdekében, hogy itt szabadkőműves folyamatokról van szó.
No de hát mi az, hogy szabad kőművesség? Hát ez a szabad kőművesség ugye eredetét tekintve nagyon sok nézetet foglal magába, hogy honnan ered, meg kik voltak azok, akik ezt egyáltalán elterjesztették a világban. Az újkori szabad kőművességről van természetesen szó, tehát nem a középkori szabad kőműves páholyokról, amelyek a nagy katedrálisokat építették. No, az újkori szabad kőművesség az valóban Angliából indult. 1717-ben ezek konkrét dokumentált adatok, Londonban az almafához címzett fogadóban egyesült három szabadkőműves páholy. És így jött létre a londoni nagypáholy. No de másutt is voltak szabadkőműves páholyok már. Az biztos, hogy ha három páholy 1717-ben egyesül, azok a páholyok előbb jöttek létre. Ez a páholyok kifejezés viszont azt fedi, hogy itt titkos szervezetekről van szó, és ahogy a felvilágosodás vezető személyiségeinek az életrajzát áttanulmányozzuk, akkor itt arról is szó van, hogy itt pénzes emberekről van szó, akik ezekben a páholyokban helyet foglalnak. Titkos szervezetek, gazdag emberek, és olyan módon működők, akik olyan befolyásos, nem politikusokat, hanem birodalmi vezetőket, hercegségek uralkodóit vonják be a páholyokba, akik majd később a francia forradalomban fontos szerepet fognak játszani. Tehát például tudunk arról, hogy a londoni páholyok meghívták Lafayette Marquis-t, aki majd a francia forradalom egyik vezetője lett. Ez egy nemes, főnemes család sarja volt, aki eladósodott. És úgy látszik, hogy ezek a pénzes páholy vezetők megtalálták őt, és meghívják Londonba a páholy gyűlésekre, és be is szervezik. Ezt manapság így mondanánk. Nem ő az egyetlen. Számtalan olyan nemes származású és magas posztot betöltő uralkodót, vagy trónörökös családját vonják be a szabadkőműves páholyokba még a francia forradalom előtti 20-30 évben, akik majd szerepet vállalnak a francia forradalomban, mind szabadkőműves lesz, mind a francia forradalomnak a vezetői közé tartozik, és mindet kivégzik. Tehát azért itt lássuk meg azt a folyamatot, hogy itt nem csak arról van szó, hogy angol száz páholyok, hanem arról van szó, hogy itt egy olyan réteg, egy olyan titkosan működő szervezeti hálózatról van szó már ebben az időben, amelyek, hogy hol szerezték a vagyonokat, csak találgathatjuk. Minden esetre ezek titkosan működtek. Ne felejtjük el, hogy 1492-ben Amerika felfedezése után elkezdődik egy gyarmatosítási folyamat, Amerika kifosztása, az indiánok kiirtása. Felfedezik a többi, tehát Ausztrália felfedezése, aztán az afrikai felfedező utakat is ide sorolhatjuk. Ezek a
vállalkozások, mert itt vállalkozásokról van, tehát hajók, hajóvállalkozók, hajózási vállalkozóknak a tevékenységéről van szó, ezek kivonják magukat az illető országok törvénykezése alól, nem adóznak, és természetesen olyan hatalmas vagyont gyűjtenek, amelyeket titkosan használnak fel, amint látjuk, egy titkos szervezet kiépítésére. De hogy a szabadkőművesség az valójában milyen szellemiséget képvisel, és valójában kik hozták létre, mert itt ugye az előadó azt mondja, hogy zsidó világ összeesküvésről itt szó sincsen, viszont szabadkőművességről szó van. Hát akkor most nézzük meg, hogy a szabadkőművesség és a zsidó világ összeesküvés valóban ütik-e egymást. Én már nem tudom, hogy melyik videóban, de hoztam erre hiteles idézeteket, amiket nagyjából idegen nyelvű irodalomból gyűjtettem, idegen nyelvű előadók és írók könyveiben szerepel, ami sajnos a magyarországi szabadkőművességről szóló irodalomban sehol nem tűnik fel, pedig ezek alapvető dolgok. Tehát engedjék meg, hogy akkor felsoroljam, hogy van-e összefüggés a zsidóság, vagy zsidó összeesküvés, és a szabadkőművesség között. Az első egy El Benach Mózue rabbinak a kijelentése, aki kabbalista judaista vallást képvisel, a következőt mondja. A szabadkőművesség eszméje teljesen megfelel a kabbalisztikának. Ennek a forrását nem tudom megadni, mert ez egy idegen nyelvű videóban hangzott el. A videó, illetve az előadó egy professzor, méghozzá egy sebész professzor, aki a szabadkőművességet tanulmányozza, és már több könyve jelent meg ebben a témában. Második idézet. Bernard Lazare, egy 19. század végi francia író, maga is zsidó származású, könyvet írt az antiszemitizmus történetéről a középkortól az újkorig. És a könyvében a következő szerepel. A kabbalisztikus zsidóság volt a szabadkőművesség bölcsője. Harmadik idézet. A Jewish Tribune New Yorki számában jelenik meg 1927-ben, október 28-i szám, a következő. A szabadkőművesség alapja a judaizmus. Következő idézet, ugyanebben a számban. Ha kihagynánk a judaizmus eszméit a szabadkőművességből, ugyan mi maradna? Semmi. Negyedik idézet. New York Times. 1943. augusztus 30. Hagyjátok ki a judaizmust a szabadkőművességből, alig, ha nem, semmi sem maradna. Ötödik idézet. Isaac Weiss rabbi állítja a Tribune Juive-ben, ez egy előadásban hangzik el, 2018. szeptember 15-én Párizsban francia nyelven tartott előadásban, amelynek a címe Les Objectifs Messianiques des Juifs, tehát a zsidók messianisztikus céljai. A szabadkőművesség zsidó intézmény. A fokozatok, a jelszavak, a kódok, a magyarázatok mind zsidók.
elejétől a végéig. 5090-ben vagyunk, és nem 1990-ben. Hogy miért? A következő idézet magyarázza. Ez a Judaizmus és szabadkőművesség című írásban jelent meg 1994-ben. A szabadkőműves kalendárium megegyezik a zsidó naptárral. Hetedik idézet. Jean-Philippe Schreiber és Luc Fontaine, mindkettő Franciaországban élő zsidó ember, és mindkettő szabadkőműves. A Judaizmus és szabadkőművesség című könyvükben, ami 2000-ben jelent meg Albin Michel könyvkiadó gondozásában, a következőt állítja. Hogy is lehetne tagadni, vagy figyelmen kívül hagyni azt a héber zsidó szimbolikát, ami a szabadkőműves szertartásokban különösképpen megnyilvánul. De hát nem csak szertartásokban, hanem kifejezésekben, jelképekben. Tehát amikor a mi kedves előadónk és nagyra becsült előadónk azt állítja, hogy itt semmiféle zsidó kapcsolat nincsen a szabadkőművesség és a zsidóság között, akkor bizony ennek a tükrében ezt meg kell cáfolnunk. A következő állítás, amit előadónk előhoz, tehát ő azt mondja, hogy a zsidóságot a szabadkőművesség az eszközként használja, és azt mondja, még rejtély, van itt egy rejtély, de most azt nem fejti ki. Hát ezt nagyon fontos lett volna pedig kifejteni. És azt, hogy a zsidóság folytatja, egyes tagjai miért láncolták össze magukat a mammon szolgálatával, azt nem tudjuk még megmagyarázni. Tehát azt állítja, hogy a zsidóságnak csak egyes tagjai láncolták össze magukat a mammon szolgálatával, és ezek az egyes tagok, ezek a pénzhatalom szolgálatában, hát úgy látszik, hogy lejáratják magát a zsidóságot. De akkor figyelmébe ajánlanám az előadónak, hogy nézze át az európai zsidóság történetét, sőt, nézze át azokat a pénzügyi vonatkozásokat, amelyek az európai történetükhöz kötődnek, és nézze át főleg a magyar törvényeket, de hát más ország törvényeiben is ugyanezek megtalálhatók. Tehát a pénzügyektől eltiltják a zsidókat. Például az aranybullában, a 31. paragrafus. Miért? Azért, mert a zsidóság, mint közösség, olyan pénzügyeket valósított meg, amelyekkel természetesen a kamatos kamatot, ide számolva, meg egyéb más műveleteket, kárára voltak az őslakosságnak. Tehát az, hogy egyes személyek odaláncolták magukat a mammon szolgálatához, az megint csak nem áll, mert ahol megjelentek a zsidó közösségek, ott mindenütt gond keletkezett. Hát én egy idézetet, az előbb idézett Bernard Lazar könyvéből már valamelyik videóban felolvastam ennek az igazolására. Bernard Lazar maga is zsidó volt. És ő írt könyvet az antiszemitizmus történetéről. És akkor
hogy mi az oka az antiszemitizmusnak, meg az ellenszenvnek a zsidó közösségekkel szemben, azt ő kifejti a könyvében, mégpedig a következőképpen. Ha figyelmesen végigkövetjük az antiszemitizmus történetét, megjelenésének idejét és helyét a szétszóratás után, a következőket látjuk. Először, mindazon országokban, ahol a zsidók letelepedtek, az antiszemitizmus felütötte a fejét. Másodszor, ha ez az ellenérzés, sőt gyűlölet csak egy időben és egy országban jelent volna meg, könnyű lenne rájönni az okára. Viszont ez a nép bárhol és bármilyen nép között élt, gyűlöletet keltett és ellenségévé tette az országlakókat. Számot vetve azzal, hogy olyan eltérő fajú népek között éltek, akiknek hazája egymástól igen távol esett, teljesen más jogrendszer irányította őket, eszmerendszerük egymástól teljesen különbözött, erkölcsi és szokásrendjük nem volt azonos, életüket más és más felfogás szerint rendezték be, meg kell tehát állapítani, hogy az antiszemitizmus kiváltó oka magában az izraelita népben keresendő, és nem a velük ellenséges népekben. Zsidó ember írta a 19. század végén. Az antiszemitizmus története a középkortól napjainkig, úgy tudom, tehát az antiszemitizmus története, ez a könyv címe. Tehát tessék végig gondolni, és mindezt segítők és szándékkal hozom elő, mert hogyha nem látjuk a dolgok, nem találjuk meg a dolgok gyökerét, akkor nem tudunk segíteni, nem tudjuk megoldani a helyzetet, nem tudjunk változtatni a helyzeten, már pedig nagyon kellene változtatni. Mindazért, mert pontosan ez a nép az, amelyik annyira érzékeny arra, hogy őket kritizálják, vagy bennük hibát találjanak, hiszen ők a kiválasztottak. Csak hát ugye itt föltehetjük a kérdést, hogy az, hogy kiválasztott, az így egy hiányos gondolat. Mert amikor valaki valakit, vagy valakiket kiválaszt, valamilyen célból választ ki. Hát ők azt mondják, hogy Jehova őket kiválasztotta. Mire választotta ki? Arra, hogy a világ urává tegye őket, mondják ők. Vagy arra, ha a Teremtő Istenről beszélünk, hogy megmutassa, hogy aki a természet törvényeit, a teremtés törvényeit áthágja, és ellene cselekszik, az elfogadhatatlanná lesz a népek között. Tehát mire választotta őket ki a Teremtő Isten? Vagy ők a saját Istenükről beszélnek? Tehát az, hogy kiválasztotta őket, az mindenképpen az ő felfogások szerint arra vonatkozik, hogy a világuralomra. Mert ahogy az előbb említettem, a messianisztikus elméletük az annyit jelent, hogy a világ kormányzására csak a zsidó nép képes. Ők a messiások. Ők úgy, mint egy nép. És az, hogy itt ez ütközik a messiás eljövetelével, tehát a zsidó messiás eljövetelével, amit most is várnak, hát nem ütközik, hanem kiegészül. Mert ők zsidó messiásnak azt tekintik, és ezért nem fogadták el Jézust, és ezért ölték meg kereszten. Azért nem fogadták el, mert nem biztosította számukra a világhatalmat. Tehát az nem lehet messiás.
És ugye Jézus tudjuk, hogy persze, hogy nem biztosította számukra, hiszen ő maga se volt zsidó. És pontosan azért lépett fel, hogy azt a világnak a legsötétebb pontját valahogy megmentse a pusztulástól. Tehát Jézus egy olyan világ szemlélet megteremtője és képviselője, amely teljesen ellentétes a zsidó világ szemlélettel. És ezért tényleg most már szerezzünk érvényt annak, az igazságnak, hogy nincs zsidó kereszténység. Ez két ellentétes fogalom. A zsidó kereszténység az csak a középkor végén bukkant fel, a szent iratoknak az átírásával, hamisítással, valóban a keresztény közösségeknek a félre irányításával és a keresztény tanításoknak a meghamisításával. Nincs zsidó kereszténység. Viszont az a bizonyos világköztársaság, amiről az előadó és beszél, az annyit jelentene, hogy maga a világköztársaság irányítása a zsidóság kezébe kerülne. Tehát a globalizmus célja ez végül is. Mert itt most egy olyan írót fogok idézni, akiről mostanában több szó esett, és nemrég lett nyilvánossá mindaz a munkásság, amit ő képviselt a két világháború között, meg a 20. század elején. Ő Richard Kudenhove Kalergi. Annyit tudtunk róla, és mindenütt ezt a tanítását, vagy elméletét ismertetik, hogy ő Európa népét úgy akarja átalakítani, hogy a fehér lakosságot összekeveri a bevándorlókkal, és valahogy egy ilyen mesztic, a régi egyiptomi népességre hasonlító keverék népet akar létrehozni, de arról, ami ennek a lényege, az arról senki nem beszél, és ezt elhallgatják. Pedig ő írja a könyvében, hogy a jövő Európájának vezető szerepe a zsidóké lesz. Mert a gondviselés Európának egy szellemileg magasabb rendű nemességet adott a zsidók személyében. Tehát a zsidóság mostanra átveszi a hagyományos európai fehér ember nemességének a szerepét, hiszen azt kiirtották, hiszen a kommunizmusnak ez volt az egyik eredménye, mind a cári Oroszországban, mind a többi monarchiának az eltörlésében, illetve a monarchiákba való beházasodás következtében a keresztény őshonos népek nemességét kiirtották, ellehetetlenítették, és most átveszik ezt a szerepet. Csak hát milyen Európát akarnak, és milyen világköztársaságot, milyen jogrend alapján? És önök föltehetik a kérdést, hogy hát tényleg, hogyha sok-sok hibáját a hagyományos nemességnek előhozzuk, vajon nem lenne ez jobb? Hát ők a saját jogrendjüket
fogják bevezetni, aminek már megtörténtek az első lépései, méghozzá az Amerikai Egyesült Államokban, ahogy az előadó is, az idézett előadó is utal rá, hogy Amerika és London együtt dolgozik. Ez a jogrend, ami alapján a zsidóság Európában és természetesen a világon is a vezető szerepet akarja betölteni, a Noahita jogrend alapján akarja uralkodni. Mi az a Noahita jogrend? Erről is volt szó már az előző adásokban, csak nagyon vázlatosan említem. Ez a keresztény hagyományban nem szerepel, csak a talmudista hagyományban. A Noé-nek adott törvényekről van szó, ami megkülönböztet a világ népei között két osztályt, vagy réteget, vagy két csoportot, a zsidókat és a nem zsidókat. A zsidókra más törvények vonatkoznának, mint a nem zsidókra. A zsidókra vonatkozna a Talmud 613 parancsolata, aminek a lényege, hát természetesen ezt itt most nem fogjuk elmondani, de a lényege az, hogy olyan parancsolatokat kell betartaniuk, hogy mikor kell a zsinagógába megjelenni, reggel a felkeléskor melyik lábára húzza fel először az oknit, milyen öltözetet kell itt vagy ott viselni. Tehát olyan másodrendű parancsolatok betartásáról van szó, ami nem érinti a lényeget, az emberi viselkedést. Vannak ott is parancsolatok a Talmudban, na de hát azok elbújtatva és mások számára titkoltan. A Noahita törvények alapján hét ilyen törvényt említenek, aminek a legfontosabbik az első törvény, a bálványimádás tilalma, utána a káromkodás és Isten neve elleni beszéd tilalma, gyilkosság tilalma, rablás és lopás tilalma, élő állatból levágott testrész fogyasztásának tilalma, szóval ez szinte már érthetetlen, hogy ilyen gondolat egyáltalán előfordul. Itt aztán a jogrendszer és törvényszék felállításának a kötelessége. De most mi ebben a lényeg? Az, hogy más-más jogrend vonatkozik, elnézést, a zsidókra és más a nem zsidókra. A nem zsidókra ezek a törvények, bálványimádás tilalma. Ez szinte a legfontosabb. Mi a bálványimádás? A többisten hit. De ki számít többisten hívőnek? Hát azt majd a Talmud rendszere alapján állapítjuk meg, mondják a rabbik. És akkor mit mondanak a rabbik? A keresztény zsidó párbeszédek folyamán a Vatikánban erről többször szó esett. Feltették a kérdést a rabbiknak, a Róma vezető rabbiának. A kereszténység egyisten hívőnek számít az ő szemszögükből, vagy többisten hívőnek. És a muszlim vallás, vagy az iszlám vallás minek számít? Azt válaszolták a rabbik, hogy az iszlám vallással semmi baj, ott van egy Isten, Allah, és Mohamed az ő profétája, tehát egy Isten hívő. A kereszténységnél baj van. Ugyanis itt három szeméről van szó, mondják ők. Van az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten. Tehát itt már több Isten hívő a keresztény ember. Valóban? Tehát a Teremtő Isten mellett valakit az ő posztjáin
imád a keresztény ember? Nem. Arról van szó, hogy Isten megismerése, mivel hogy megfoghatatlan, nagyon nehéz. Tehát csak úgy tudjuk megismerni, hogyha valaki példázza azt a felfogást, azt a lelkületet, amit a Teremtő Isten képvisel és elvár. Ez pedig Jézus. Tehát Jézus az nem Teremtő Isten, de mivel csak ő általa ismerhetjük meg ezt a fogalmat, hogy a Teremtő Isten az egyetlen hatalom, ezért Jézust egy lényegűnek tartjuk Isten fogalmával, de nem több Istent hívának. A talmudista gondolat szerint erről szó sincs, a keresztény bálványimádó, tehát főben járó bűnt követel és megérdemli a halált. És ez a lényege a noahita törvényeknek, amit 1991-ben az amerikai törvényhozásban, a kongresszuson törvénybe iktattak. A noahita törvények alapján bármikor, bárhol eljárhatnak. Még úgy tudjuk, nem került erre sor, de a veszély létezik. És hogy tisztán lássuk, ezt is meg kellett említenünk. Az előadás végén még csak azt említem meg, hogy ez azok a bizonyos páholyok, amikben az előadó szerint ugye semmiféle zsidó kapcsolat nincsen, úgy kerülhettek a pénzhatalom közelébe, hogy a pénzhez jól értő személyiségeket bevonták. No hát, én azt mondom, nem bevonták, hanem azok alapították a szabad könyvességet kezdettől fogva. És akkor így értsük az egész mazajló folyamatot a világon. És így próbáljunk megszervezni a jövőt, és szembeszállni azzal a pénzhatalommal, azzal a kegyetlen hatalommal, amelyik globalizálni akarja és uralni akarja az egész Földet. Köszönöm szépen!